Szerbusztok, kedves emberek, én Oszkár bácsi vagyok, és ez itt a Fallout 3 végigjátszásomnak a 19. része, és még mielőtt folytatnánk a kalandjainkat, iszok egy kis vizet. Tisztított víz volt, nem szennyezett. Na, akkor itt lopakodó üzemmódban megyek tovább. Igen, figyelni kell az aknákra. Úgy né. Imádom az aknákat felszedni. Egy nagyon hasznos fegyver a játékban. Na itt van. Azt mondja, hogy rohampuska. Hát igen, rohampuska, akkor én harci sörétesnek ismertem, de akkor végülis mindegy. Attól függetlenül azt mondja, hogy hol van rohampuska, ez lesz a hármas, és akkor ezt meg is javítjuk. Ez egy nagyon jó sörétes. Maradjunk annyiban, hogy ez nagyon jó. Konkrétan a legjobb sörétes a játékban. Legalábbis ameddig elvittem a Fallout 3-at. Addig egyértelműen ez tűnt a legjobbnak. Itt már nem... Ó, ott még vannak aknák. Nagyszerű. Igen. Nagyszerű. Vadászpuskához lőszer. Igen, rock salt. Azért lopakodok, mert tudom, hogy itt még volt régebben ellenség. Fú! Egy kis migréned lesz ezek után, fiam. És migrénes fejfájásra számíthatsz egy ekkora fejlövés után. Na gyere! Dugd ki a fejed! Koncentrálok. Oszkár, koncentrál! Headshot! Jó nagyot szól ez a puska, azért ezt meg kell hagyni. Ez a puska! Gépkarabé, ez már nem kell. Annál már van jobbunk. A sörétest elő. Ezekkel a gázszivárgásokkal vigyázni kell, mert robbanás veszélyes. Tehát, hogyha lősz egyet, akkor bum. Steampack. Jó, hát itt nincs semmi. Abraxó tisztító. Más nincs itt? Nincs. Follow your heart! Idézet a Fűrész című filmből. Ó, csak nem egy szenzormodul, nagyszerű. Imádom a szenzormodulokat is. Hogy miért? Mert kólás kupak aknát tudok belőle létrehozni, ami nagyon jó. Az igazán nagy ellenségeket azt el tudom intézni kólás kupak aknával. WC pumpa, hát az, amire vágytam egész életemben, most, hogy már az kezemben. Mi ez? Dean elektronikai útmutatója, csak nem! Csak nem. Javítás képzettséged egy ponttal nőtt. Na hát az is jó. Jó az. A Fallout New Vegasban ott 3 ponttal nő. Ilyen esetben. Plusz van egy olyan perk, amit hogyha felszedsz, akkor a képességfejlesztő újságok, magazinok azok 20%-kal növelik meg, tehát 20 ponttal növelik meg a adott képességedet egy időre. Rövid időre. Plusz a képesség javító könyvek pedig plusz 1 ponttal, tehát már 4-jel. Úgyhogy a New Vegasban ott még jobban megéri megtalálni ezeket a kis könyveket. Mi az ott? Ja, semmi. Muti gyümölcs.
nukkóla az jöhet. Közben időnként mentek. Igen, ropogós muti gyümölcs. Azért tök jó egyébként, nekem ez a Oblivionban nagyon tetszett, hogy így meg tudtam fogni tárgyakat és mozgatni. A Morrowindben ez nagyon hiányzott. A Morrowindben úgy volt, hogy ha letettél egy tárgyat, akkor először mondjuk ilyen helyzetben tette le, hogyha felvetted a tárgylistába, aztán megint letetted, akkor már így megforgatva helyezte el, szóval így oldalasan. És akkor például, hogyha a könyveket gyűjtötted egy könyves ládába, vagy egy könyves polcra, akkor így gyakorlatilag így több ízben kellett letenni ugyanazt a tárgyat. Igen, ez nincs szükségünk arra a gépfegyverre. Vodka az jöhet, meg whisky is. Így igaz. Hát igen, hát ez is darts. Még egy gépkarabé. Muníció kupak. És itt egy szép. Szerencsére most már bármilyen szépet ki tudunk nyitni, kivéve az olyat, ami csak kulcsal nyitható. 44-es magnum muníció, békebeli pénz, kupak, távcsöves 44-es magnum, fuck yeah. És akkor szerintem az lesz, hogy a egyik távcsövest azt megjavítjuk. És majd eladjuk. De most mennyiért is tudnám ezt eladni? 119-ért, az úgy jó. Na, akkor most mi már itt tartunk. Mehetünk szerintem visszafelé. Vagyis hát tovább arra. Na most, hopp, piknikes doboz, szuper. Steampack. Távcsöves puskantyú lőszer. Terminátor gépágyú lőszer. És igen, most itt előveszem szerintem a mesterlövész puskantyút, mert lehet, hogy itt még majd jönnek. Ho-ho-ho-ho. Szerencsére bőven van idő deaktiválni ezeket a bombákat. Tehát eléggé bénának kell lenni ahhoz, hogy felrobbantsod magad. Alapvetően... kellett nekem beszélni, mi? Szóval alapvetően... általában akkor robbantod fel magad, hogyha nem veszed észre. Olyan viszont előfordulhat. Itt nincs semmi. Viszont vakon patkány, az van. BAM! Gyere, köcsög! Csak azért robbant fel a fejed, mert túlaragoltam a kemikáliát. Nem azért, mert szétzúztam a fejed. Egy husánggal, mint egy ősember. Szerintem most már mindjárt egy vagy kettő van, már csak hátra, amit szét kell ütni, aztán kész. Ezt jól megmondtam, mi? amit szét kell ütni. Ott van! Köcsög! Jaj! Győztem. Én vagyok a legtökösebb ősember a vidéken. Beomlott. Be van omolva. Erre nem tudok menni. Na, akkor menjünk tovább erre. Még egyet akkor ezek szerint meg kell ölni. Hé, hey, az az én vakon patkányom. Oh
yes! Ennyit érsz, köcsög. Milliméteres géppisztoly, nagyszerű. Akkor ezt hallottam. Akkor nézzük csak meg, hogy is van. 10 milliméteres géppisztoly. Elég jó állapotban van mind a kettő. Egyiket eladjuk. A szegény kis vakon patkányaim bántottak titeket. Én akartalak megölni titeket. Ó, New Vegasban ez is olyan hülyén lett megoldva, hogy ha rezetálod a kompjútert, akkor utána egy 5 vagy 6 másodpercet mindig várni kell újra próbálkozásnál, mielőtt újra megpróbálhatnád. Szóval, hogy fölöslegesen húzza a játék az időt. Nem oldjuk fel az árat, hanem feltörjük tapasztalati pontért. Yeah. Szerszámos láda, fém hulladék, nagyszerű. Ebben nincs semmi, könyv. Egy békebeli könyv, nagyszerű. Steampunk tisztított víz, jöhet. Aztán mi van még itt? Összeroncsolt konzervdoboz. Bőrkorcsolya. Ezt nem lehet felvenni. Vízkintyű. Egy kis tapasztalati pont. Ouch! Haha! 10 mm-es muníció, energiakesztyű. Hát, ja, simán ezt magunkhoz vesszük. És meg is javítom. Mert egyébként ez olyan, hogy ugye, mondom, hogy milyen. Hát, marha nagyot lehet vele ütni, finoman szólva. Már nem tudom, hogy ez mechanikailag hogy van megoldva. De minden esetre ezt el fogjuk adni. Már mondjuk ilyen végső fegyvernek lehet, hogy még jó is lenne. Hát mindegy, majd még ezt meggondolom. Még egy kis tapasztalati pont, nagyszerű. Yep, repeszgránát, hát mindegy, ezt majd eladjuk. Repeszgránátot azt annyira nem szeretem. Akkor már inkább repeszakna legyen. Ojjjj, kiszemetelt itt ennyire szana szét, csak nem én voltam. Na, honnan is jöttünk? Szerintem erre kell tovább menni, aha. És meg lesz a vakon patkány. Szerintem megvan. Ennyit kellett megölni, nem? Mondd, hogy ennyit kellett. Ja, akkor ez megvan. Teszed le az írtószer további 7 vakon patkány. Csak akkor ezt vagy nem írta ki a játék, vagy elkerülte a figyelmemet. Jó, oké. Na mindegy, akkor mehetünk haza Bojrához. Várj, ez az ajtó, ez hol vezet? Hát keresztbe kasul lehet itt menni. Még nem is voltam. Csodaragasztó, az jöhet.
Ez is, ez is. Csodaragasztó, elektromos vezető, fémhulladék. Azt mondja, hogy csodaragasztó, fémhulladék, nagyszerű. És akkor javítgassunk is egy picikét, például az energiakesztyűt. És így már... Hát... Ja... Kézigépágyú, tényleg ezt is kéne kicsit javítani. Jól van. Na, akkor... Majd még erre nem is voltam. Vagy igen? Nem, már ilyen konzervdobozokkal ugye lehet ezzel is javítani. Én nem tudom, valahogy úgy emlékszem, hogy lehet ezzel is. Vagy ez egy, lehet, hogy ez egy másik mod volt amúgy. Mert akkor ezeket kivágom. Ez meg az, mi ez a konzervdoboz, akkor az nem kell. Volt egy olyan mod, az is ilyen repair mod volt, amivel még ezekkel is lehetett, de hát most azért az már tényleg nem valóságos, nem valósághű. Kólás kupak akna, fuck yeah. Samu kalapács, igen, ilyenünk már volt, fém hulladék, nagyszerű, az jöhet. És akkor nézzük meg, hogy igen, magadhoz veszed a kólás kupak aknát, királyság. Igen, és a szenzor modulból nincs elég, igen, abból még kéne egy. Meg barkács gránátot kell gyűjteni, meg piknikes dobozt. Ugye kupakunk az meg azért általában van. Igen. Na akkor ezt az úgy. Két kalapács. Szenzormodul, nagyszerű. Akkor csinálunk még egyet. Szuper! Nagyon jók vagyunk, gyerekek. Vajon milyen irányba is kell itt tovább haladni? Erre. Innen jöttünk, nem? Oda kell figyelni a medve csapdákra is, mert ilyen helyeken előszeretettel szoktak lenni. Georgetown. Menjünk akkor erre. Felfedezted Georgetown-t. Na de most akkor szépen utazzunk vissza Moirához. Amíg ellenség van a környéken, addig nem utazhatsz. Nagyszerű. Akkor... Jaj! Ez elvileg meg fog jelenni itt most mindjárt. Hogy lehet, hogy ide nem követ. Vagy lehet, nem vett észre. Nézd már, a kis menedékbéli szentfazék. Már tűvé tettük érted az egész környéket. Valaki egész szép summát tett a fejedre. Ne bosszancs fel, szerinted keresztül kasul járhatod a pusztát, jóságoskodhatsz itt, jóságoskodhatsz ott, és senki a füle botját sem mozdítja? Micsoda szégyen! Azt rebesgetik, nem most jöttél le a falvédőről, nem mintha számítana. Eljött ugyanis a halál pillanata. Meg tudnánk beszélni ezt a dolgot? Haha, nem, nem mondhatnám. Hát, te akartad... Ha nem beszélgetünk, akkor felülöm lehet így is csinálni. Megbízási szerződés, a célpont Oscar. Talon rohampáncél. Ó, tömeg 25. Nem, ez nem kell. Hol van? A cucc. Azt mondja, hogy igen, ezt akartam.
Ennyit rólad, köcsög. Így van. Nem tudtam megállapítani, hogy honnan lőttek. Repesz gránát, szöges bunkó, az nem kell. Doboz cigaret, elektromágneses akna, lézerpuska, igen, az jöhet. Mikrofúziós cella, az is jöhet. Meg van, itt volt egy másik szupermutáns. Mocsárlakó lepény. Na jó, azt hiszem, hogy ennyi volt. Így még pont tudok gyors utazni. Úgyhogy menjünk is szerintem. Ajj, amíg ellenségek vannak a közelben, de hát... Mennyire vannak ezek az ellenségek közel, már nem azért. Szerintem visszarakom a gép pityút. A, nem a kézigépágyút, hanem a 10 mm-es géppisztolyt, az egyesre. És akkor na, most már még mindig ellenségek vannak, hát beszarás. Menjünk akkor itt. Ja! Oh yes, you are dead. Aha, onnan lőtt a rohadék. Gyerünk, you son of a bitch! Yes! Headshot! Jó van, hát némi tapasztalati pontot szereztünk. Na, szerintem most már tudunk utazni. Még mindig ellenség van a közelben? Hát beszarás. Ennyi az idő, amúgy pillanatra megnézem. Hát, 7 perc van hátra, már kevesebb. Ha mindegy, valahogy megpróbálok innen elmenekülni. Úgyhogy megleptem azért ezzel, hogy szitával lőttem így hátulról, nem? Hát ez nem igaz, beszarás, még mindig ellenség van a közelben, de hol? Na végre. Jó, most már akkor utazhatok végre Megatonba. Teleportálhatok. És puttyanás ügyileg mindjárt ott vagyunk, gyerekek. És reggel van, nagyszerű. Ah, hello. Na most van egy pár dolog, amit el kell adni. És lehet, hogy a betegszobámat akkor meg is veszem. Most már lesz annyi tőkénk. Mert akkor a sugárzás meg a sérülések továbbra nem lesznek most már gondok, hogyha lesz egy olyan szoba. Szevasz, kis köcsög.
Mi újság? Nokedliskedünk? Nokedliskedünk? Na csővász, szia Moira! Alig várom a híreket arról, hogy működik a rákcsáló írtó. Leteszteltem és nagyon faszán működik. Ez tudományos értekezés volt a javából, nem? Eléggé mélyrehatóan teszteltem a vakon patkány riasztót. Remek, remek! Kimerítő terepteszt, precíz jelentések és micsoda elkötelezettség. Mi egyebet várhatnék el egy kutatóasszisztenstől? És a kis vegyi riasztom hogy szerepelt? Fogadjunk, hogy biztonságos és tiszta munkát végez. Kb. Olyan, mint dinamittal menni űrgére. Nincs esetleg lőfegyver változatban? Bocs a tényekért, Moira, de a riasztót kicsit fatális a vakon patikra nézve. Ó, ez valóban elég nagy baj. Szegény kis vakon patik. Ilyen sok beleölt energia után már nem nagyon lehet tökéletesíteni. Jobb lesz, ha megtartod. Talán valami jobb felhasználási módot is találsz majd. Például eladom. Ja, és ami a kompenzációt illeti, tessék, itt vannak a fejlesztés során megmaradt drogok, biztos, hogy hasznokat tudod venni. 3 jet, 3 psycho, király. Ez minden a második fejezet kutatásaihoz? Ahogy mondod, örülök, hogy befejezzük, de fogadok, hogy te még jobban örülsz, nem igaz? Most már csak egyetlen fejezet van hátra, ígérem, a hajad szálasán fog meggörbülni. Ja, és a fizetség. 2 nagy doboz telelőszerrel. Vegyük úgy, hogy ez a biztosítás arra az esetre, ha a következő fejezet mégis valósülne el. Az jó. Készen állok az utolsó fejezet anyagainak gyűjtéséhez. Az utolsó fejezet kicsit ezotérikusabb, az egyetemes emberiség túléléséről szólna, és arról, hogyan építsük újjá a társadalmat. Meredek dolog, mi? Tudnunk kell, hogyan alapítanak nagyvárosokat, hogyan zabolázzák meg a régi technológiát, ezért egy közeli könyvtárból infókat kell szerezned hozzá. Elérkeztünk a csúcsponthoz, tehát bele kell adnunk apait, anyait. Mi legyen az első? Ez a helyi történelem kutatása egyébként elég hosszú küldetés, én úgy emlékszem. Békebeg technológia használat elég érdekesen hangzik. Benézhetek a könyvtárba, lehet, hogy valaki már írt egy tiédhez hasonló könyvet. A békebeli technológiák használata elég érdekesen hangzik. Ugye? Én többnyire csak kacat formájában találkozom velük, de a kereskedők egyikétől kaptam egy Robco processzort. Szerinte vagyonokat ér. Azt magyarázta, hogy ha rákapcsoljuk a Robco gyár központi számítógépére, annyi robot áll majd rendelkezésünkre, hogy életünk végéig elég lesz. Na, ez kiváló példája lesz annak, hogyan zabalázzuk meg a békebeli technológiákat, nem de? Csak menjek be és kapcsoljam rá a központi számítógépre a kütyűt. Rám bízhatod. Igen, a Robco gyártóüzem központi számítógépe csak arra vár, hogy rákapcsolódj. Segítségével hozzáférésed lesz a robotokhoz és a terminálokhoz. Nos, itt a cucc, aztán a szemeket kinyitni, hát ha találsz olyan régi technológiákat, amikkel lehet még kezdeni valamit. Ez se lesz egy gyerekjáték, egy gyaloggalop. Amúgy. Vetnék egy pillantást az áruidra. Mire lenne szükséged? Na jó, mielőtt még vetnék egy pillantást. Most dolgom van. Mentek egyet. És egyelőre nem jártam a Robco üzemegységben. Miért nem sietsz oda és kezdesz barátkozni az ottaniakkal? Vagy akár aktiválhatod is őket? Na, azt mondja, hogy vetnék egy pillantást az áruidra. Mi az, amit el kéne tudnom itt most neked adni? Ja, hát ez még már jó lesz robotok ellen. Energiacella 59. Hát tudod mit, ezt is eladom, nem kell. Energiakesztyű sem kell. Jet sem kell. Azt mondja, hogy... Most már ez sem kell. Lézerpuska sem kell. Lézerpuska sem kell. Mikrofúziós cella sem kell.
ez se kell, sőt, ez se kell, nukkóra se kell. Szájhó sem kell. Repeszgránát sem kell. Tulajdonképpen stealthboy sem kell. Majd veszünk tőle, hogyha tegyük fel olyan küldetésre kell menni, ahol mindenképpen lopakodni kell, akkor legalább tudjuk, hogy lesz nála. Addig viszont most minek tartalékoljam itt a tárgylistámban. Na, fú, steampunkból már 107 van. Így van. Na és ami most akkor innen kéne nekem, az nem más, mint az első saját beteg szobám. Aha, ja. Na. Most dolgom van, és akkor még mielőtt véget vetnék ennek a résznek, mert ugye ahogy hallhattátok, lejárt az idő. Na most eléggé felszabadult a tárgylistánk. Első betegszobánk az megvan most már, kérlek alássam. És oda el tudunk menni, el is megyek. És kicsit felgyógyítom magamat, mert a például itt a sugárzási szint az is most már, hát 50-esen van, ez még egyáltalán nem durva, de azért amennyire lehet nullához kell közelítenie. Szevasz, what's work? Tudsz nekem adni egy kis vizet? Sajnálom, uram, de nem. Mondj egy viccet. Egyszer jártam egy krematóriumban, ahol árengedményt adtak a hullák elégetésére. Mondj egy viccet. A humor sugárzom feltöltést igényel. Először azt hittem, hogy ez is egy vicc, de ezt így folyamatosan ismételgeti. Na, akkor mit is tettem idebe? Ja, igen, békebeli könyv, tényleg azt akkor ide be is rakom. És ami fontos, az az, hogy most már itt fel tudunk menni ide. És az első beteg szoba, ami tulajdonképpen csak ennyiből áll. De ez nagyon fontos. Tehát itt meggyógyíthatod magad. Életerőnk az teljesen maxra felment. Itt a fő életerő is. Ja, hát igen, ezek a rész dolgok nem, de itt helyrehozhatod a sérült végtagjaidat. És most már akkor ezek is maxon vannak. Eltávolítod magadból az összes sugárzást. Ez nagyon hasznos, ezt érdemes kifejleszteni, hogy legyen itt egy ilyen bázisod. Sajnos nem hordozható. Hát mindegy, gyors utazással megspékelve így nem lesz probléma. Na és akkor mennyi az idő? Ó, még kora reggel van. Jó, akkor kilépek a házamból, és akkor innen fogjuk szerintem folytatni. Most csinálok egy nagy mentést, meg egy kicsit is. Na, ez volt a 19. része a Fallout 3 végigjátszásomnak, gyerekek, remélem tetszett, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, osszátok meg a videót Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, és tartsatok velem legközelebb is. Jó nyaralást, jó pihenést, én Oszkár voltam. Sziasztok!